Hagyományőrző vidék, rendkívül sokszínű. Nem lehet azt mondani, hogy minden településen ugyanaz a viselet, hiszen településenként szinte más és más, olyan, mint egy sokszínű virágcsokor. Köztük az egyik legközismertebb talán a bagi viselet. Egyedülálló a színvilága, a viseleti darabjai, és talán ami a legfigyelemre méltóbb, hogy mind a mai napig az asszonyok, főleg az idős asszonyok viseletben járnak. Ha hétvégeken megyünk el ezekbe a falvakba, így Bagra, és akkor megláthatjuk a színpompás ünneplő viseleteket. A bagi viselet, ha jól megnézzük, akkor az ünnepekre íródott, az ünnepekre készült, hiszen a legpompázatosabbak az ünnepi viseletek. Elmondhatjuk, hogy minden vasárnapnak megvolt a maga ruharendje, hogy az illető menyecske milyen színű, milyen virágó szoknyába, vagy nyúlóba, vagy ingbe, vagy milyen kendőbe mehetett a templomba. A legszebb ruhadarabokat a templomban viselték, és ezekbe természetesen nem lehetett leülni. Az asszonyok is végigállták a misét a kisgyerekekkel egyetemben, mert ők sem ülhettek le. Csupán a karon ülő csecsemőket fogták, hiszen a ruhára vigyázni kellett. Ezek a kicsi gyerekek még obonyban voltak. A bagi viseletnek az egyik legjellegzetesebb ruhadarabja a virágos posztószoknya. Ez nagyon érdekes, mert azt gondolhatnánk, hogy ezeket a hímzett virágú posztószoknyákat a régmúltban otthon készítették. Most ez nem így volt, a zsidó kereskedők árulták ezeket a textíliákat, ezeket a virágos posztóanyagokat méterben. Amit a bagi asszonyok megvásároltak, és az ügyeskező szoknya gallérozók, akik beráncolták a szoknyát, és ugye egy gallérba befogták, ők készítették el végül is a szoknyát belőle. És amikor később ugye ezek a boltok már nem működtek, a bagiak akkor is ragaszkodtak a hímzett posztószoknyához, és vettek hímzés nélküli posztót, és akkor kezdték ők maguk odahaza kihímezni. Aztán az idősebb asszonyoknál már, ugye mikor a korral haladva egyre sötétül a viselet. Nem azt jelenti, hogy teljesen feketébe jár, de elég sötét tónusú a ruházata már, de a szoknyalja akkor is piros. Ugye piros bag, szoktuk is emlegetni, hogy miért piros a bagi szoknyák alja, miért van bepaszpolozva. Azt mondták a bagi asszonyok, piros a bagi templomtorony, és hát ennek mintájára a szoknyájuk alja is piros. Nagyon élénk színeket hordanak a bagi lányok és asszonyok is. Érdekes módon ezeket az élénk színű ruhadarabokat egymásra is öltik, és mégsem válik harsogóvá. Tehát az a különlegessége a ruházatuknak, hogy mondjuk egy zöld posztó szoknyához fölvesznek egy piros vagy lila nyúlót, és arra még egy fehér válkendőt. Vagy talán nekünk eszünkbe se jutna, hogy egy fekete nyúlóra fehér válkendőt vegyünk föl. Ők pedig fölveszik a gyönyörű csörgősre kikeményített hímzett fehér válkendőt, nyakba való kendőt, ahogy bagon mondják, és a fekete a fehérrel és egy színes posztószoknyával valami egészen különleges harmóniát nyújt.
a hármas hajfonó a hajba, vagy a himzett kendők, vagy a százvirágú kendő már az idősebb asszonyoknál, tehát mind-mind olyan, mint egy rózsás kert, és mégis sajátos harmóniát alkot. A nyúló, ez egy hosszújú, előgombos, tulajdonképpen blues-szerű felső ruha, amit lányok és asszonyok egyaránt hordanak, többféle változatban készül, vékonyabb anyagból lehet selyemnyúló, síkos selyemnyúló vagy csicsó anyagból készült, ezek ilyen sajátos régi elnevezések, és ennek van egy vastagabb változata, a bársony nyúló, ami annyiban különbözik, hogy bársony anyagból készül, és ugyanígy előgombos, sokszor ez a bársony nyúló még hímzett is, tehát ugyanúgy, mint a posztószoknya, tehát hímzett nyúló, és nagyon szép. És erre a fekete alapú hímzett nyúlóra ugyanúgy fölkötik a fehér nyakba való kendőt, vagy adott esetben a színes virágos rotos kendőt. Szinte az egész kicsi gyerek már egyfajta féketőt visel, bukros féketőt, tehát a csecsemőkorban ráadják a kislányra, kisfiúra egyaránt. Ez még kicsikorban világosabb színű, és úgy különböztetik meg a kicsi fiúkat a kicsi lányoktól, hogy a féketőjükbe kék vagy rózsaszín szalagot fűznek, tehát ezzel jelzik, hogy fiúcskáról vagy lányról van szó, illetve hát a ruházatoknál is egy picit a fiúk zobonya, egy picikét talán visszafogottabb színű, mint a lányoké. Aztán a lányok már olyan 10-12 éves korban befonják a hajukat, brekocsba fonják a hajukat, ami azt jelenti, hogy itt a fülre ráhúznak, ráfonnak egy-egy hajfonatot, egy tincset, amit hátul belefonnak a hátsó hajfonatba. Ez nagyon szép, és a hajfonatba pedig színes hajfonót fonnak. A fiatal menyecskék szintén ugye bukros féketőt hordtak, és az első gyerek születéséig hordhatták a bukrot, utána le kellett venniük, és a féketőre is kendőt kötöttek. A kendőnek is több változatát ismerjük. Van fehér hímzett kendő, amit viselhettek. Ezek inkább a böjti időszaknak, vagy az adventnek a kendőviseletéhez tartoztak. Aztán a különböző fekete selyemkendők, vagy a százvirágú kendők például már az idősebb korosztálynál nagyon szép látványt nyújtanak. Természetesen mindig változik a viselet. Itt elsősorban a baginál nem is igazából a színvilágánál, hiszen azok a ruhák, azok a posztószoknyák, vagy azok az egyéb felső szoknyák, vagy felső testre való ruhadarabok, mint a nyúlók, vagy az ingek, bizony némelyike 70-100-150 éves is megvan, hiszen generációra generációra örökítik. Természetesen a változás azért jelen van, egyrészt egy picikét rövidül a szoknya hossza. A szoknyák egy kicsit hosszabbak voltak régen, ezek a viseletek, amiket itt láthatunk is, ezek mind-mind ünnepi viseletek. Hétköznap, munkára, teljesen egyszerű vászon öltözéket használtak. Régebben, később pedig nagyon egyszerű karton szoknyákat, festőkötényekkel, olyan, ami összepiszkolódott és amit moshattak, mert hiszen ezeket az ünneplő ruhadarabokat soha nem szabad volt kimosni. Tehát ezek a 100-150 éves ruhadarabok még soha nem láttak mosást, soha nem vasalták őket, például szoknyákat, tehát az ilyen volt 60-70 évvel ezelőtt is, vagy akkor, amikor készítették őket. 1940 előtt még más volt a menyasszonyi viselet divatja, hiszen a menyasszony nem tiszta fehérben esküdött. A 4-5 erősen kikeményített és csörgősre vasalt alsó szoknyák fölé kék virágos posztószoknyát vettek. A
a felső testükre fehér nyúlót öltöttek. Majd pedig eléje fehér kecelét kötöttek, kötény kötöttek. A nyakukra kék galárist kötöttek föl. A nyúlóra egy fehér, hímzett nyakba való kendő került, amit hátul a deréknál kötöttek össze. A fejükön pedig gyönyörű viaszból készült koszorút, és erre kötötték meg még a nagy bokrétát hátulra a koszorúhoz. ...1940 után a 4 vagy 5 alsó szoknya fölé fehér felső szoknya került, arra szintén ráncolt fehér kötény. A felső testen továbbra is fehér nyúló maradt, és a nyakba ugyancsak a kék galár is került, a galárisra azonban már kék masnit kötöttek, sőt a haj végébe is, a befonott haj végébe is kék masni került. És ha az illető menyasszony Máriás lány volt, akkor a ruhájára átlósan keresztbe kék szalagot kötöttek, és a derekára is kék szalagot kötöttek. A másik jelentős ruhabeli változása a koszorúban mutatkozott meg, illetve nem is a koszorúban, hanem a koszorú alá kerülő fátyolban vagy sláerben. A szoknya aljáig ért a nagyon szép mintás fehér fátyol, és ezt egy sajátos, teljesen sajátos módon ráncolták be a Mirtusz koszorú alatt hátul. A férfi viselet általánosan is egy kicsit egyszerű, mint a női, de nem azt jelenti, hogy kevésbé elegáns és kevésbé szép, hiszen a bagi férfi viselet is nagyon mutatós. Ha a legrégebbi viseletet vesszük, akkor itt is ugye a bőgatya volt általános, amire manzsettás fehér inget vettek, és az ing elejét kék színű hímzéssel díszítették. Sőt, hát az ingnek a gombjai is ilyenkor kékek voltak. Erre egy lajbi került, vagy mellény, és az illető legény még ugye kalapot vett. Később itt is, mint a szomszédos vidékeken, a bőgatyát fölváltotta a posztóviselet, itt is ugye a posztó csizmanadrág, amit szépen kizsinóroztak. Egy picit ez is hasonlít a katonai viselet zsinórozásához. Ami a bagi viseletben egyedülállóan nagyon szép, már a férfi viseletben és méltóság teljes, ez az úgynevezett farkas kabát, ami onnan kapta a nevét, hogy hátul egyfajta bőséget kap a kabát, úgynevezett farkat, egyébként ez egy posztókabát és zsinóros, elől-hátul zsinóros, és nagyon szép a gombozata is. A mostani fiataloknak meg kell tanulni, hogy hogyan kell viselni a ruhát, hogyan kell benne mondjuk letérdelni, vagy hogyan kell esetleg mozogni benne, mert számukra azért ez nem annyira természetes. Én azt gondolom, hogy haladjon a világunk bármilyen irányba, legyünk bármilyen modernek, ez a hagyomány, ez a tisztelet még nagyon sokáig élni fog.